Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Augusztus 16-án új hold van. Ezen a napon tartok egy új hold szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz. Az energiai egyensúly 4000 forint. A téma az, ami itt ezen a felvételen közlök veled. Amit még közölni szeretnék, hogy van egy kedvezmény, egy ingyenes ajánlat, mégpedig írhatsz egy e-mailt, és kérheted a személyes szerencse számodat, amit e-mailen keresztül ingyen megkapsz tőlem. És most megnézzük, hogy mit jelent ez az újhold. Először is azt, hogy mindig újholdnál a nap és a hold találkozik. A hold nem látható, hiszen a holdnak nincs saját fénye, hanem ezt a naptól kapja. Amikor ők találkoznak, akkor a nap nem tudja megvilágítani úgy a holdat, hogy látható legyen, tehát számunkra láthatatlan. Ez kihat az életünkre, hogy mi is legyünk ebben a pillanatban láthatatlanok, és ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt. Minden hónapban más téma van, attól függően, hogy melyik jegyben van az új hold. Ezúttal ez az új hold a határon van a rák jegye és az oroszlán jegye között. Még a rák jegyében, de a hold ezen a napon áttér az oroszlán jegyébe, és holnap a nap is már az oroszlán jegyében lesz, az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. Itt látható ezen a horoszkópon, hogy a nap, itt a képen S.O., németül die Sonne, magyarul a nap, és a hold M.O., németül der Mond, magyarul a hold, itt együtt vannak a rák jegyében. Egy visszafele haladó Vénusz bolygó szintén a rák jegyében van. Itt érzelmekről van szó, hiszen a rák jegye a víz eleméhez tartozik, és a víz eleme jelenti az érzelmeket. Vénusz bolygó kihat a szerelemre, ez a visszatekintés utalhat a múltra, hogy valaki gondol rád, vagy visszatér a múltból. Vénusz bolygó jelent bennünket, hölgyeket is, és jelenti ezt a visszahúzódást. Mint ahogy az új hold is jelenti azt, hogy mennyire fontos, hogy meditáljunk valami felett. Amit a rák jegye még jelent, az az otthonunk, a család, a családi kapcsolatok, vagy lehet egy ingatlan is. A hold ezen a napon áttér az oroszlán jegyébe, a nap is a határon van, holnap már a nap is az oroszlán jegyében van, tehát erre az új holdra kihat az oroszlán jegye is. Itt van Merkur bolygó és Mars bolygó. Merkur bolygó utal a cselekvésekre, a mozgásra, a kommunikációra, és Mars az jelentheti az élet erőnket, de utal a férfiakra is. Tehát mi hölgyek legyünk visszahúzódóak, a férfiak mozgásba jönnek, keresik a kapcsolatot és a beszélgetéseket. Uránusz bolygó és az új hold között van egy kis feszültség. Uránusz bolygó jelenti a változásokat. Mivel itt az otthonról is szó van,
Ez lehet egy költözködés, vagy változások a családi kapcsolatoknál. Itt megvan a feszültség. Nem jó időpont most egy szerződést aláírni, vagy ezt a költözködést tervezni. Inkább várni kellene egy napot, amikor a nap és a hold az oroszlán jegyében lesz, és ez történik augusztus 17-én, mert attól kezdve itt van egy jó kapcsolat, például Mars bolygó és Uránusz bolygó között, és ez egy jó időpont valamit indítani, valamit kezdeni. Az oroszlán jegye azt is jelenti, hogy elgondolkozhatunk azon, hogy mi vagy ki áll a középpontban, hogyan legyenek sikerek. Itt Mars bolygó energiája látható, tehát inkább a férfiakra hat, mi hölgyek visszahúzódóak vagyunk. De a kapcsolat az Uránusz bolygóhoz 16-án nem kedvező, 17-től már kedvező lesz. Ezen a napon, amikor új hold van, tehát augusztus 16-án van itt egy Lilith energia. Az azt jelenti, hogy a hold a pályáján eléri azt a pontot ezúttal, ami nagyon messze van a mi földünktől. Ez a Lilith energia aktiválja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de mivel nagyon messze van tőlünk, így nehéz megvalósítani, vagy hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a terveket feladjuk, az is lehet, hogy valaki megpróbál befolyásolni bennünket, és azt mondja, ó, ne álmodozz annyit, úgysem lesz ebből semmi. Itt erősíteni kell a belső hitünket. Ez az új hold az Aslésa holdházban van, ami utal a megújulásukra, jelent egy kígyót, és itt az a fontos, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit kellene elengedni, mit kellene megtartani. Itt vannak a megújulások, aminek gyógyító ereje is van. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, tárgyak, vagy egy bizonyos hely. Mivel új hold a visszahúzódást jelenti, meg a meditációt, ezeken a témákon is el lehet gondolkodni, mit kellene elengedni, és mit kellene megtartani. És megnézzük most azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a halak jelentik az anyagi dolgokat, de a belső értékeket is. Amikor a hold és a nap az oroszlán jegyében lesz, akkor elgondolkozunk majd azon, hogy mi vagy ki áll a középpontban, úgy is fogalmazhatnék, mi vagy ki értékes számunkra. Itt ez a virág jelenti a tisztaságot, a tisztító erőt, itt az anyagiakat illetően tisztázódik valami. Itt a hegy jelentheti az ő hideg-rideg tartását. Miért van ez így? Mert a könyv jelenti az ő zárkózottságát. A hegy jelenthet hegyvidéket is, vagy utalhat a téli hónapokra, és akkor a könyv jelenthet egy iskolázást is, hogy majd a téli hónapokban ez alatt az idő alatt hozol ilyen döntéseket. Amit a könyv még jelenthet, a zárkózottságot. A hold az lehet egy anyai téma, de jelentheti az álmokat is, mint például aktiválja ezt a Lilith energiát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de mivel a hold
a pályája nagyon messze van a földtől, úgy érezhető, mintha valami blokkolna bennünket, hogy ez elérhetetlen. De maradj ennél az álomnál, a madarak jelentik akkor a könnyűséget, vagy jelenthetik a kommunikációt is. Itt lesznek olyan dolgok, ami olyan hirtelen történik, amikor nem is számítasz erre. Ez egy meglepetés, de egy jó meglepetés, hiszen a csillagok jelentik a szerencsét. Azt is jelenthetik a képek, hogy ez a kasza elvágja a hegyet, tehát a nehézségeket, a problémákat, ami eddig blokkolt téged, és itt a könyv jelentheti a tudást, a tanulást, és ez lehet egy spirituális terület is. És ez volt az új hold felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!